Erős várami Istenünk, áldás, békesség, nagyon nagy szeretettel, tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, a gyülekezetet. Nagy öröm az, hogy itt vannak velünk evangélikus testvéreink, a reformáció hónapjában közösen hallgathatjuk kedves előadónkat, Berkesi Sándor tanárurat, és igencsak nagy öröm az, hogy vállaltad azt, hogy idén is tanítasz bennünket. Lehet idén is egy pozsonyi úti este, amelyen te vagy az előadó. A téma igen fontos, Szent Molnár Albert öröksége. Köszönjük, hogy megosztod velünk. Istent dicsérem, és köszöntöm a gyülekezetet a 150. Zsoltárnak a verseivel. Károly Gáspár fordításában, Misztótfalusi Kis Miklós Bibliájából olvasom. Halleluja! Dicsérjétek az erős Istent az ő szentséges lakóhelyében. Dicsérjétek őt az ő kiterjesztett erejéről. Dicsérjétek őt az ő hatalmasságiról. Dicsérjétek őt az ő nagyságának sokasága szerint. Dicsérjétek őt trombitáknak zöngésével. Dicsérjétek őt lanttal és hegedűvel. Dicsérjétek őt dobokkal és sípokkal. Dicsérjétek őt húroknak zengésével és orgonákkal. Dicsérjétek őt hangos cimbalmokkal. Dicsérjétek őt vigasságtévő cimbalmokkal. Minden lélek dicsérje az Urat. Halleluja! Sokan elhallgattak már, Szence Molnár Albert még mindig énekelteti a magyar századokat. Sütő Andrástól származnak ezek a szavak. Hadd legyen a mottója a mai találkozásoknak, és ezzel köszöntöm a kedves testvéreket. Ezzel köszönöm meg a kedves köszöntő szavait a nagytiszteletű úrnak. Ha nagyon halkan beszélnék, és hátul nem lehet hallani, tetszenek jelezni valamilyen formában, és akkor én igyekszem megemelni a hangerőt. Nem beszéltünk össze, de a 150. Zsoltárt gondoltam én is nyitó éneknek, hiszen ha tényleg így mondja Sütő András, hát igaza kell, hogy legyen, hadd legyen már az első másodpercekben is igaza azzal, hogy elénekeljük lendületes ifjúsági csapat tempójával a 150. Zsoltárt, három versét. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát, dicsérjétek mennyekben, hol országol kegyesen. Az ő nagy dicsőségében. Dicsérjétek hatalmát, melyből dicső nagy voltát, minden veheti eszében. Dicsérjétek őt kürtben, ékes éneklésekben, hegedűben, lantokban, és ágyas citerákban, az Úrnak zengedezzetek. Sípokban, orgonákban, és más szép muzsikákban örvendjetek az Istennek. Az Úr a cimbalmokban és egyéb szerszámokban mindnyájan dicsérjétek, citerát pengessetek, az Úr szent nevét dicsérvén.
minden lelkes állatok, Istent magasztaljátok, dicsőség Istennek, amen. Szeretném előre bocsátani, testvéreim, hogy nem vagyok tudós ember. Nem publikálok, nem fedezek föl könyvtárakat járva olyan információkat, amit még senki nem tud. Gyakorlati zenész voltam, vagyok, és most már valószínűleg maradok erre a kis időre. Ha Ádám Jenőt, az én szeretett és tisztelt mesteremet, aki barátságába fogadott, kérdezték, hogy minek minősíti magát, mert hát szólították őt karnagy úrnak, professzor úrnak, tanár úrnak, sok mindennek. A válasza ez volt, hogy néptanító vagyok. És való igaz, hogy ő a mi nemzetünket tanította. Méghozzá oly módon, amitől egy nemzedék erősödni tud. Kodály kitalálta róla elnevezett Kodály módszert, ugye a magyar iskola énektanítási módszerét Ádám Jenő kidolgozta, lehetne Ádám módszernek is nevezni, és ez a szisztéma elterjed a világban, alakulnak a Kodály intézetek, és mindenütt élnek ezzel a nagyszerű csoda felfedezéssel, ami hát tulajdonképpen Magyarországról indult, Japántól Kanadáig, és lehetne sorolni a világban azokat a helyeket, ahol már ilyen műhelyek végzik áldásos szolgálatukat. Visszatérek, én beszélhetnék most Szent Simonár Albertről, a csodálatos Zsoltár fordítóról, úgyhogy az életéről, a fordításairól, mindennek a biblikus hátteréről. Nem vagyok ennek olyan tudója, ami olyan információkat hozhatna ide a testvérekhez, amivel érdemes volna előállni, nem beszélve arról, hogyha valaki az életéről tudni szeretné, szeretne a mai világban már beüti az interneten, és jönnek az információk, belép a könyvtárba, és olvashat Szent Simonár Albertről, hanem mit szeretnék? Zsoltárokat elővenni, és énekeltetni, néhány dolgot hozzáfűzni, és olyan szempontból közelíteni hozzá, mintha én egy iskolai énekórán lennék, egy egyházi énekórán, így nevezik a gimnáziumokban, szóval nagy tiszteletünknek is volt annak idején, ugye a Refibe egyházi énekórája, amikor hát a zsoltárok, dicséretek jöttek elő, és hát készítették az ifjúságot az Isten tiszteleten, Biblia órákon való részvételre. És hát ehhez mit tudnék hozzátenni annak érdekében, hogy az ének méltó módon megszólalhasson. De most előre szeretnék bocsájtani egy alapelvet. A Zeneakadémián, amikor elkezdtük, elsős voltam a munkát, akkor az első órák egyikén Vásárhelyi Zoltán professzor, a karvezetésnek ugye volt a nagy mágusa, mondhatnám így is, hosszan kifejtette azt, hogy a kórusműben mennyire fontos a szöveg. Később találkoztam leírva konkrétan a következőkkel. Ha egy karnagy meg akarja tanulni a kórusművet ahhoz, hogy betaníthassa a kórusával, tudnia kell, hogy az érzelmi, tartalmi, gondolati alap az egésznek ugye a lényeg, és minden beletartozik. A kórusmű lelkisége, üzenete, háttere, ez 90%. Ez 90%. 9% a szöveg. Hát ehhez nem kell kommentár. A költő vagy író, az a szöveg, amit ugye a karnagy is elvállal azzal, hogyha a művet kiválasztja,
A zeneszerző is, aki pedig ugye a lelkét adja hozzá azzal, hogy megkomponálja a szöveget. Mennyi marad? Egy. 1%. És mi az? A zene. Hát én néztem egyet, hogy hova jöttem én? Hát akkor most szövegakadémiára jöttem, vagy zeneakadémiára jöttem tanulni. Ó, hát professzor uram, hát jól van ez így. És hát idővel az ember azért meggondolja, és rájön arra, hogy kell ebbe, hogy legyen igazság, és azt kell mondjam, hogy nagyon sokszor nem érzem ezeket a fajta arányokat. Lehetne itt, hogy 90, meg 9, meg 1%-on esetleg vitatkozni, de hogy nagyságrendben ennek igazsága van, ennek a vásárhelyi féle gondolkodásnak, szisztémának, én azt hiszem, ezt el kell fogadjuk. Most ez nem csak a kórusmű tanulására vonatkozik, hanem az ének tanításra is, akár egy gyülekezet legyen az ének, tanítandó közösség, akár egy iskolai osztály, egy kórus, ha egy szólamban énekel, ha több szólamban, akkor is. És hát ezen bizony érdemes elgondolkodni. Na most, hát most, amikor úgy jönnek elő majd a zsoltárok, és énekelni fogjuk, esetleg egy-két ötletet ehhez én szívesen adnék, egy-két écát, hát hogyha itt a gyülekezetben majd lesznek, akik elgondolkodnak rajta, és talán még hasznát is veszik. Hát erről a zsoltáról csak annyit mondhatnék, hát ez kiderül egyébként is, hogy azon zsoltárok egyike, nem csak egy van ilyen több, ahol a szöveg az Ószövetség hangszereit sorolja. Azért itt tudni kell, hogy a hangszer nem ugyanazt jelentette akkor, mint amit ma. A cimbalom, ugye az a cigány zenekaroknak, ismerjük még a mozdulatát és a cimbalom játékosnak, hát akkor nem volt ez a fajta cimbalom, ami most, és akkor hosszan sorolhatnám, hogy melyik, hogyan, ennek se vagyok úgy szakértője, hogy kis előadást tudnék tartani, de ez talán most nem is lényeges. Azért egy-két szót csak hadd mondjak Szent Simonál Albert életéről. Ha a turista elindul autójával, tegyük föl Pestről, és elindul észak felé, eléri a Dunát Komáromnál. Átgurul a hídon, és elindul balra. Mert éppen Pozsonyt szeretné meglátogatni, ahol király koronázási ünnepségek voltak, nem is egy, sok tízen felül magyar királyok koronázása, ettől még Szlovákia fővárosa, erről is lehetne kicsit hosszabban beszélni, hogy a szlovák himnusz egy magyar népdal, dallama, zárójel bezárva, ezt Bartóktól tudjuk, aki aztán igazán értette a népzene műfaját. A szlovák címer elel csend egy-két motivumot a magyar címerből. Nem vagyok ennek se szakértője, ezt is csak, hogy érdekességképpen zárójel bezárva. Megyünk Pozsony felé, és úgy kb. Fél úton, Pozsonytól egy olyan fél órányi autózásra egy kisváros fogad bennünket. Szent. Nem lehet nem észrevenni, hogy Szent központjában egy fehér ülőszobor látható. Turisták kiszállnak és fényképezik Szenci Molnár Albert. Ül egy nyitott könyv mögött, egyik kezét a magasba emeli, mint aki kéri az áldást erre a csodálatos életműre, balkész pedig a könyvön fekszik. Egy turista, aki nincs tisztában a történelemmel, azt hiheti, hogy a nagy szlovák, akárki, költő, fordító. Szülőfaluja tehát szlovák. Érdekességképpen említem meg, hogy őznek tám még mind a mai napig Szencen az ottani emberek, már akik magyarul beszélnek, kevesen vannak. Református templom sincs a városban egyébként.
Ezért van az, hogy néhány, még a Fekete Énekes könyvben, ha Zsoltár tetszik megnézni és olvasni, ilyen őzős formát lehet találni. Tött, ugye, tett helyett. Ez a mostaniban ki van javítva, én nem javítottam ki, ez a zárójel is bezárva. Hát miért szégyeljük? Ráadásul a rím is teljesen kerékbe van törve. Mert a következő sort, ha javítjuk, ott már nincs értelme, hogyha az őt elvé változtatjuk. Jó. A turista, ha most délre indul, és elérkezik Románia második legnagyobb városába, a Kincses, Kolozsvárra. Ott meg mit találunk? Sírját. Szenci Molnár Albert sírját. Azért ennek is üzenete van. Sokan elhallgattak már, Szenci Molnár Albert még mindig énekelteti a magyar századokat, és született a mai Szlovákiában, és nyugszik a mai Romániában. Ha turistaként arra tetszik járni a házsongárdi temetőt, testvéreinek is ne kerüljék el. Pláne, hogyha pedagógus és osztálya van, ha karnagy és kórusa van, ifi vezető és csapata van. Ha egy sírt megnéznek, akkor menjenek oda, nézzék meg. Itt várja Jézusát, Szenci Molnár Albert, a Zsoltár fordító. Egy szép, faragott kopiafa, de az idő vasfoga bizony már komiszul kikezdte. Na de hát ez a sorsa a kopjafáknak is. És egy Zsoltár verset énekeljen el a csoport, ha éppen oda érkezik. Na most, hogy a kettő között mi történt, az egy csoda. Hát egy óriási regényt lehetne írni, úgy tudom, hogy talán nem született még. Biztos vannak itt szakértők, segítsenek nekem. Én nem ismerek olyat, aki írógént vette volna a fáradtságot, és utána néz, és egy alapos leírást ad arról, hogy mit utazott össze ez a csodálatos ember. És nem voltam repülő. Köszönöm szépen. Így meg nem harapom meg ugye a végét, hogyha így közel hozott. Autó se volt, szekér, meg gyalog. És ha kilométerben lehetne kiszámolni azt, hogy ő mennyit járta Európát, egy fantasztikus teljesítmény. És nem csak a távolság, meg a kilométer, hanem az események. Volt, ahol fejedelmi udvarba kerül, mecénáshoz kerül, aki segíti a munkáját, a kiadásait, a Zsoltár kiadást, egyebeket. Lefordítja egyébként az institúciót, ugye? Calvin sokat emlegetett munkáját. Közreműködik a bibliafordításban Károli Gáspár mellett, mint fiatal lelkésze az istenes vén embernek, így is emlegették Károli Gáspárnak. Nyelvtankönyvet ír, és így tovább. Ennek is, aki tudós ember, pontosan el tudja sorolni a pontos információit. Én azt hiszem, hogy ennek most nem is lenne egyébként se ideje, hogy én ezt most hosszan elbeszéljem. Hát, nagy örömmel látva, hogy kedves evangélikus testvérek is vannak itt köztünk, egy kicsit hadd térjek ki a reformációnak az evangélikus ágára, amikor Luthert a katolikus klérus a Worms birodalmi gyűlés elé idézi, azzal a céllal, hogy vonja vissza a tanait, akkor mondja azt a híres rövid mondását, hogy itt állok, másként nem tehetek. Ha ez így marad, csak rövid ideig is, én szerintem, és aztán nem vagyok egyedül, olyan sorsra juthatott volna, mint az előreformátorok nem egy személye, egyszerűen megégetik, mint például Husz Jánost. És akkor egy valaki, akit nem igen szoktunk emlegetni, úgy legalábbis így reformáció ünnepek tájékán, egy választófejedelmet,
egy híres választó fejedelmet, aki a Wittenbergi Egyetemnek is patronusa volt, és aki meghívta Luthert is professzornak az egyetemére, Bölcs Frigyes. Mit csinál? Huncut módon egy kommandóval elraboltatja. Ha valaki látta a Luther filmet, akkor emlékszik rá, hogy ott az erdőbe, hát egy ideig nem is derül ki még az ember, hogy nézi is, hogy jóságoségét mi fog történni. A kommandó elrabolja, és elviszi Wartburg várába. És ott György lovag néven, álnéven bújtatja Luthert. És Luther az itteni, jelképesen mondom, várfogsága idején lefordítja a Bibliát németre, magyarra aztán Károli Gáspár majd. Én azt gondolom, hogy amikor fordította, ezt csak sejtem, volt egy-két zsoltár, aminél úgy megállhatott, és úgy az ő egyéniségéhez, vagy mondhatom így, hogy vérmérsékletéhez közel érezhette azt a zsoltárt, és ezzel úgy hosszabban foglalkozott, és írt belőle egy konkrét zsoltárra gondolok, mindjárt a testvéreim is súgnak nekem, mert kitalálják, hogy melyikről van szó, azt a híres énekét, aminek az első sorában evangélikus testvéreim köszönnek is egymásnak, erős vár a mi Istenünk. Hanyadik zsoltár lehetett ez? Köszönöm a sugást, 46. zsoltár. Na most hát, ha már ezt így kiemeltük a többi közül, akkor egy kicsit foglalkozzunk vele. Magyarra fordítva, a Károli Gáspár fordításában, megkérhetem Bogit, hogy légy szíves, olvasd föl, idézd föl ezt a zsoltárt. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindulna is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyó ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg. Megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Tovább is. Ennyi, köszönöm szépen. Azt hiszem, testvérek, ha tetszett, akkor otthon lehet elolvasni tovább is. Annyira szép és annyira képgazdag, hogy így mondjam, hogy különlegességével még ki is emelkedik a többi közül. Merész képek jönnek elő. Ha valaki tanítja ezt az éneket, akkor főleg ha gyerekeknek, ifjúságnak, olyanok, akik veszik a lapot, az ifjúság vizuális típus. Nagyon sokszor elképzeli. Sokszor van az, hogy az illető tanítónéni vagy tanár valamiről mesél, másnapra már hozza a kis rajzát, hogy otthon ő ezt lerajzolta. Hegyek omlanának a tengernek közepébe. Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai. Micsoda képek, micsoda filmet lehetne erről csinálni. Na most, hogyha átlépünk a református reformáció tájára, akkor el kell mondjam azt, hogy Calvin is nekifogott a zsoltárok fordításának. Aztán nagyon hamar rájött arra, hogy vannak neki kortársai, a francia irodalomnak neves kortársai, rájuk is lehetne bízni ezt. És két ilyen francia zsoltár fordító el is végzi mind a 150 zsoltár franciára fordítását. Béza, Theodor Béza, és Clément Marot. Marot Kelemen, ha magyarra fordítanánk. És akkor,
Hát még annyit kéne mondjak, de ezt lehet, hogy egy későbbi fázisában a mai együttlétünknek, hogy van egy zeneszerző, aki ezeket a zsoltárokat négy szólamban, meg esetleg több szólamban fel is dolgozza, viszont van egy zenész, egy Bourgeois nevű zenész, aki viszont dallamokat illeszt, szerkeszt, készít, nem tudjuk. Minden esetre az ő nevét szoktak emlegetni, Louis Bourgeois. Debrecenben működött egy Maróti György nevű polihisztor professzor. Hát, ha most nagy képüsködni akarok, azt mondanám, hogy az elődöm volt. Ő alapította a debreceni kollégiumi kántust. Az első kvártettet, ez négy diák volt, két kisdiák, két öreg diák. És ez a kórus mind a mai napig él, és hát az utolsó 50 esztendőt az Úristen rám bízott, úgyhogy magam is részese voltam ennek a folyamatnak. Ez a Maróti, aki 29 évesen halt meg, mert a Pest is elvitte. 29 évesen. Én 80 évesen itt ülök, testvéreim. Kimondom, és már is elsápadok. Mi mindent tehetett volna még, ha az Úristen ad neki még 10, 20, 30, ki tudja mennyi évet. Tanulmányi útja során jár nyugaton, és borzasztóan megtetszik neki a négy szólamú gyülekezeti zsoltár éneklés. Nem a kórus éneklés. Hát a kórusnak könnyű négy szólamba énekelni. Pláne van, aki megtanítja őket négy szólamba. A gyülekezet. Olyan énekeskönyvük volt, hogy külön ott volt a tenor, a basszus, megfelelő helyen. Kottát tudott olvasni, nem volt Kodály módszer még ott arra felé Svájcban. És szólt a négy szólamú zsoltár, azt mondja Maróti magába, hogy ezt haza kell hozni, és itthon meghonosítani. És a harmóniás énekeskönyvében ezt kinyomtatja Szenci Molnár Albert magyar fordításaival. Mind a 150-et elkészíti Szenci Molnár Albert, egyszerű, homofon formájában. Homofon az azt jelenti, hogy minden szólam egyszerre mondja a szótagokat, a ritmust, de a polifonnál van az, hogy belép, majd a második, kánonszerűen, imitációszerűen. De csinált ő ilyet is, meg egyszerűt is. Hát Marótinak ez egy ilyen történelmi tette volt, ez a harmóniás éneklés, amihez még hozzá kell tegyem azt, hogy ennek az énekeskönyvnek a végén, mint függelék, hozzá illeszti az első magyar szolfézs dolgozatot. Tehát a Kotta olvasás tudományának a leírása ez. Az első magyar összhangzattan dolgozatot, a többszólamúság alapjainak a megfogalmazása. Ha ez a két dolgozat nem tűnik el, mint búvópatak, hanem az azt követő időszak felhasználja a magyar iskola, aztán a magyar zeneiskola. Kodálynak másképpen kellett volna hozzáfogni a maga életművéhez. Itt az zárójelet megint bezárom, mert ezek mind tovább gondolandó érdekes okfejtések lehetnének. Vas Lajos, nagyszerű magyar zeneszerző, ritkán emlegetjük őt, mint zeneszerzőt, Furor Bestie címmel írt egy gályalap kantátát, és ebbe zsoltárokat illeszt be. Most kérem, hogy hallgassuk meg Vas Lajos feldolgozásában a 46. Genfi zsoltárt.
Mint mondtam, a 46. Zsoltárból írja Luther híres énekét, Ein feste Burgist unser Gott. Ebből aztán Bach kantátát is ír, reformáció kantátát, nem is egyet, a szövegből egyet, de aztán ilyen témában van még másik kettő is neki. Na most ezt a nagyszerű Luther verset kevesen tudják. Talán még nagy tiszteletű se tudja evangélikus testvér, vagy a többiek, de majd kiderül. József Attila is lefordította. Benne van az énekes könyve. Benne van az énekes. Akkor... Hoppá! Ezt nem tudtam. Nagyon jó. Hallgassuk meg akkor a József Attila fordítást. Erős vár a mi Istenünk, kemény vasunk és vértünk. Ínségben együtt van velünk, megvált és harcol értünk. Kél az ősi rossz, bajvető gonosz, csel vad fegyvere, erőszak ő vele. A földön ő az első. Önnön erőnk csak délibáb, és bizony esnénk esten. De harcba küldte egy fiát, értünk maga az Isten. Kérdedé, ki az? Jézus, az igaz. Sok had, egy a fő. Nincs Isten más, csak ő, Krisztus, a győzedelmes. S ha földön ördög nyüzsgene és elnyelni akarna, meg nem riadnánk, ellene győz hitünk diadalma. A világi úr tombolhat vadul, semmit sem tehet. Ő megítéltetett, megrendül egy szavunkra. Él, áll, az ige igazul, akárki vesse, hányja. Táborainkra száll az Úr szent lelke, adománya. Jó hír, nő, család, jószág, test, világ veszhet, vihetik veszendő kincseink. Miénk marad az ország. Köszönjük szépen. A magyar zenetörténetben Kodály és tanítványait, ha emlegetem, és keresem azt a zeneszerzőt, aki a magyar bibliai próza legavatottabb feldolgozója, akkor Gárdonyi Zoltán neve jön elő. Tehát nem a verses átiratok megzenésítése, hanem a tiszta, esetleg revideált, de mégis az eredeti tiszta bibliai próza. Ezt a 46. Zsoltárt is feldolgozta Gárdonyi Zoltán. Egy részletét kérem, hogy hallgassuk most meg az ő feldolgozásában. Az előző Károli Gáspár féle szöveg vissza fog most nekünk köszönni. Nem félünk, hogy ha elváltozni is a föld, ha
Amit meg lehet csodálni, egy élő előadásnál nyilván sokkal jobban, mint egy gépről, az a képalkotás, a zenei képalkotás, ahogy tajtékzik a hullám, ahogy megszeppen a föld, nem tudom, lehet-e találni. Talán későn szóltam, de most nem az énekeskönyvet, hanem a Bibliát lett volna érdemes föllapozni, miközben hallgatjuk, hiszen itt a bibliai szöveg kerül megzenésítésre. No, próbálok tömöríteni. Ha valaki megkérdezi, hogy honnan vette a reneszánsz, a reformáció a zeneiségét a genfi zsoltároknak. Hát honnan? Hát a középkorból. Biztos, hogy máshonnan is, de a középkor gregoriánjából nem egyszer. Nézem az órát, ha sok időnk lenne, akkor én készültem olyanra, hogy bemutatok egy gregorián sort, Bogi ráénekli a genfi dallamot, és kiderül, hogy alig kell igazítani rajta, és ott vagyunk a genfi dallamnál. Több ilyen van egyébként, Kodály Psalmus Hungaricusánál is ki lehet mutatni ilyen középkori kapcsolódást. Egy érdekes dolog, amikor még egyházi éneket tanítottam a refibe, van kedves egykori diák, amit Attila testvér, talán ő is megerősítheti, hogy az október hónap szinte tálcán kínálja az énektanító, az egyházi énektanító számára a kiválasztandó éneket. Itt van Arad 6-a. Idén itt van, kicsit korábbra pergessük vissza a naptárt, Világos. Mi jut eszünkbe? Hát a fegyverletétel. Jelenj nyíl meg világoson. Hanyadik zsoltár? 80. Na de kis v betű. Tehát jelenjél meg egyértelműen. De ha egy kis huncutsággal nagy vét csinálunk belőle, akkor rögtön más értelmet kap. És a krónika tényleg följegyzi, hogy ott 1849. augusztusában egy református század a fegyverletéltet megelőző éjszaka elénekelte a 80. zsoltárt. 23. októberről beszélek, nem kell mondjam. Ma már iskolák rendeznek ünnepségeket ilyen-olyan, amolyan formában. Találunk ide valósi zsoltárt, megint csak a 80. Ha majd otthon kitetszenek keresni a 4. verset, meg a 10., akkor kiderül, hogy benne utalást találhatunk, nyilván nem konkrétat, de áttételes utalást, viszont teli találatos utalást október 23-ára, hogy ne mondjam Trianonra, és akkor lehetne sorolni a 20. század, de akár a korábbi történelemnek is az eseményeit. A 10. pedig feloldja, és az egészet helyre teszi. Egy zsoltár, amit Szent Simon Albert fordít, és mennyire mai tud lenni. Nyolcadik zsoltárt keressük meg, testvéreim, az énekes könyvbe. És én szerintem ezt ismerjük annyira, hogy ezt rögtön el tudjuk énekelni, hát egyenlőre csak az első versével. Keressünk egy jó kezdőhangot neki. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatos a te neved nékünk. Nagy dicsőséged ez egész földre, kiterjed és felhat az egekre. Ha valaki Washingtonba belép az űrkutatási múzeumba, rögtön az első terembe, ahova belép,
egy hatalmas poszter fogadja. Az ember, amikor először a Holdra lép, kilép az űrhajóból, talán Armstrongnak hívták, ugye, azt a bizonyos űrhajóst. A dallam röpít bennünket oda föl. Ó, felséges Úr! És ki van a tetőn? Az Úr. Hát ez sem véletlen. Biztos nem véletlen. Ez biztos, hogy Szent Molnár szándékosan fordította így. Na most egy harmadik verset tegyünk hozzá, és rögtön úgy érezzük, mint a mi is ott lennénk a Holdon. Nagy voltát, ha megnézem dolgaidnak, melyeket a te kezeid formáltak, az eget, holdat, a fényes napot, és véprendel a sok csillagokat. És most kicsit hagyj vonatkoztassunk el ettől az élménytől, hogy ott vagyunk a Holdon mi is az űrhajósokkal. Ez legfeljebb egy ötlet arra nézve, hogyha valaki tanítja a 8. Zsoltárt, jól megfogalmazva egy-két tőmondattal, mennyire el lehet mélyíteni az élményt. Az biztos, hogy az illető, ha teológiára megy, diákról beszélek, és gyülekezete lesz, az unokáinak, vagy a nem tudom én hány nemzedéknek fogja tanítani ezzel a fajta élménnyel, és abban a pillanatban ki van emelve az egyformaságból a Zsoltár. Hanem inkább az ének tanítással kapcsolatban egy-két megjegyzés. Nagyon meg kéne fegyelmezzem magam, mert nézem közben az órámat. A kotta, hadd mondjam meg azt, hogy ahhoz képest, ahogy meg kéne szólalni a gyülekezeti éneknek, vagy akár az iskolában, az egyházi énekórán a csoportnak, eléggé keveset segít vagy nyújt. Sok szolfés tanár biztos mérőütést kérdez. Negyed, nyolcad, sose figyelsz. Ha szünet van, ott a szünetet tanítja meg azzal, hogy ott egy negyed szünet. Még számolnak is rá, hogy hogyan kell. Az, hogy szöveg még miről szól, az a bizonyos 9%, amit az elején mondtam, arról nincs szó. Hanem a szolfés megoldás, Isten őrizzen, hogy a szolfés ellen beszéljek, csak ledegradálni oda, hogy egy bibliai üzenetet szolfés gyakorlattá változtassam, hogy finoman fejezzem ki magam, ez számomra a bűn egyik kategóriája. Ez az egyik dolog. A másik, ha tényleg 9% esélyt adunk a szövegnek, és 90-et az egész alapnak, akkor ennek a szövegnek érthetőnek kell lenni, és magyarnak. És nagyon sok gyülekezet, testvéreim, esetleg tegyünk mi is tükröt magunk elé. Olyan teljesen egyformán tudunk énekelni ott is, ahol pedig bizony vannak duplamással hangzók, vannak hosszú magánhangzók, és magánhangzó lesz belőle. Na most, ha egy gyülekezet, remélem nem tetszenek nagyképűnek tartani, meg túl okosnak, ha nincs úgy megtanítva a gyülekezeti ének megszólalását tekintve, hogy van benne egy ilyen beépített félautomata, vagy hogy mondjam, hogy mintha félig beszélné azt a szöveget. Na most persze egyfelől alkalmazkodni kell, hiszen vannak hosszú meg rövid értékek, de azon belül a finomítás az rengeteget adhat hozzá, és nagykorúvá teszi az éneklésünket. Ahogy énekeltük a 150. Zsoltárt, dicsérjétek hatalmát, dicsérjétek hatalmát. Hát így is szép, vagy nekem nem szép, de biztos van akinek szép. Jétek, egy hosszú, rövid
mellette a rövid, egy hosszú, meg egy rövid magánhangzó. Már különbséget lehet tenni finoman. Melyben dicső, dicső nagy volt, dicső nagy voltát. Na most ezt tudom, hogy én néhány másodperc alatt elmondtam, de ez türelmes, hosszú tanítás kérdése, hogy ez legyen beépítve. És akkor most megint valami furcsát mondok. Az orgona kíséret sokszor el tudja lustítani ezt a fajta érzékenységét a szövegmondásunknak. Hiszen bár meg kell mondjam, meg kell dicsérjem Bogdányomat, mert sokszor érzem azt, hogy mintha a kezével egy kicsit úgy mondaná a szöveget, hogy ez a dicsérjétek hatalmát, egy kicsit ezt lehet a hangszeren is követni, és azzal sokat is segít. Legfeljebb csak arra szeretném a testvéremet biztatni, hogy legyenek érzékenyek e tekintetben. És nem csak a kántor, a hittantanító is, sőt, a hittantanító folyamatosan dolgozik a gyerekekkel, talán még többet tehet e tekintetben, mint a kántor. Ja Istenem, mennyi az idő. Október hónap. Alkalmas arra is, hogy a reformáció ürügyén, az ének tanításnál, az ének kiválasztásnál, például a gyász évtizedről beszéljek, akár hittanórán úgy, hogy közben keresek egy olyan zsoltárt, amelyik megerősíti ezt a fajta gondolatot és tanúságot a gyerekek számára olyan szinten, ami annak a korosztálynak érthető és felfogható. Vannak olyan panaszzsoltárok, amik csak innen megközelítve válhatnak igazán élményé. Itt vannak a gályarabok. Azért emlegetni szoktuk ugye a gályarabokat. Két részre szoktuk osztani a gályarabok történetét. Azt a keserves időszakot, amikor a pozsonyi vésztörvényszéktől a menet ment vártömlőcről vártömlőcre. El tudjuk képzelni azt, hogy milyen körülmények között. Télvíz, hó, mínusz. Csörög a lábán a lánc. Mert miért is vennénk le? Jó helyen van az ott. És amíg leér Nápolyig, és ott, amikor fölteszik őt a gályára, és két gályarab lelkipásztor leírta pontosan azt, hogy miket énekeltek, és nem volt náluk énekeskönyv, meg mobil, hogy kikeressék, hogy onnan mondják a szöveget. Ezeket ők tudták. És azt is tudjuk, mert le van írva, pontosan meg a számok le vannak írva, hogy miket énekeltek a szabadulás idején. Na most, hogyha nem hosszan, de néhány tőmondatban, azon a hittanórán, azon az ifi órán, vagy aki, ami ránk van bízva, ki tudja, kinél, hogyan, az ének mellé oda tudjuk tenni, abba a pillanatban az illető számára, diák számára konkréttá és élményé változik. Na most hát, ha már szörnyűségekről beszéltünk itt, ugye gályarabok, segyebek, Sütő Andrással kezdtem ugye a mai beszélgetésünket, az erdélyi viszonyokról mindannyian tudunk, arról is, hogy a Duna-deltában hány lelkipásztor találta magát akkor, amikor őket oda kitelepítették. Aztán ismertük a csengőfrászt, nem is csak Erdélyben, hanem itthon is, a diktatúra idején. Sütő Andrásnak pedig, amikor a 400. évfordulója volt Szent Simonnal Albertnek, a kortárs folyóiratban jelent meg egy zsoltár improvizációja. Hát, ha az egészet nem, de egy-két mondatot Bogi most felolvas nekünk, kemény lesz, majd mindegyik mondatnál ráismerünk a zsoltár eredetére, aminek ez egy ilyen parafrázis jellegű átköltése. A diktatúra idejére ismerünk rá. Valamikori önmagunk hangjai a Psaltérium Ungarikumban. Törd meg, Uram, azoknak fogait,
akik ellenünk tusakodnak, kiknek szájából, mint rókajukból büdösen jönnek elé a hajdani tiszta és illatos szavak. Torkukból, mint koporsóból hengerednek elé. Nézd, Uram, e nyitott szájakat öklendeznek, agyarkodnak iszonyatos sívó oroszlánok. Láttukon csontjaink helyükből mozdulnak, szívünk viaszként megolvad, beleink üszkösödő sebek felzabálnak bennünket, Uram, tömik velünk a hasukat, velünk és unokáinkkal. Rendezd úgy valahogy, akadjunk torkukon, és ha kiköptek, vegyél a te szárnyadnak árnyékába. Haragos orcádnak puszta színe őket megemészti. Ha nem óhajtanád orcádnak színét rájuk pazarolni, íjadat vedd elé. Azt is megmondanám, hová célozz, Uram, egyenest a szemük közé, de jól nézd meg őket, formájuk és nemük változatos. Dühös bikák vettek minket körül, orszarvúak is vannak közöttük, veszettül fújtatnak ellenünk. Erünk, mint a cserép. Nyelvünk az inyünkhöz száradott, kezeink, lábaink átszúrva. Ruháinkat a latrok széjjel osztogatták maguk között. Hol késik a te bosszú állásod? Egyetlen szavadba kerül, s ember és szarvas idétlen szüle világra. Perej, Uram, perlőimmel. Kemény szavak, testvéreim, de azt hiszem, hogy helyére tettük mindannyian. És akkor most hát valamivel föl kéne ezt oldani, hát egy olyan zsoltárral, ami a szabadulás idején hangzott el, hangozhatott el a gályaravak száján. Ezt most átugorjuk, csak megjegyzem, ilyen például a 23. az Úr én nékem őriző pásztorom. Gyönyörű zsoltárunk, nagyon szeretjük. Ilyen a 125. Azt Vas Lajos női kari formában dolgozta föl. Akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el semmi némű veszedelemben. Mint a Sion hegye, megállnak, nem ingadoznak. Ezeket most átugorjuk, akár el is énekelhettük volna, talán még tanúságos is lett volna. Egy dolgot még nagyon fontosnak tartok, hogy elmondjak, és ez pedig a 84. zsoltár ürügyén. Biztos, hogy mindenkinek a családban van olyan élménye, hogy akár a gyermek, ha pici, akár az unoka, ha pici, életébe először éri meg a karácsonyt, úgyhogy a kis agya már felfogja. És először látja meg a karácsonyfát. Eltetszik egy ilyen tudni képzelni? Biztos, hogy mindenkinél volt ilyen, ugye? Amikor addig hát úgy lekötik őt, amíg a fát díszíti, ugye a család, és akkor, na most már be lehet jönni, kinyílik az ajtó, és akkor lehet, hogy totyogni, és éppen ott csak totyog, bevezetik, és akkor úgy ránézhet arra, hogy ó Istenem, de gyönyörű! Tesznek tudni, hogy van ilyen zsoltár, amelyik egy rá tud gyönyörközni az Isten hajlékára? És kérdezem én, hogy amikor ezt énekeljük, akkor rá tudunk mi is gyönyörködni? Ó Istene a magasságban, magasságnak, áhítozik testem, lelkem, te hozzád élő Istenem. Ott ez az ó, hát ez nem azért van ott, mert kellett még egy szótag neki, akkor lehetett volna sej, vagy én nem tudom. Na most poénkodok, mert Isten őriz, hogy én itt tanítsam Szent Simonnár Albertet, de az, hogy ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk, ez megint. Mely csodálatos a te neved nékünk. Na most, hogyha ezt az énektanító olyan jó teli találatosan elő tudja készíteni, még az ének is más. Először meg kell tanítani a hangokat, nem ártana szövegszerűen is esetleg azzal a finomsággal, amiről az imént beszéltünk, de ha ez az érzelmi plusz ott van mögötte, abban a pillanatban másképpen szól. Hát, testvérem, átugorjuk, mert én kaptam szigorú avizót, hogy nagyon ne lépjem
hosszúra az időt. Úgyhogy legfeljebb, hogyha valamelyik következő istentiszteleten ki lesz tűzve a 84. Zsoltár, akkor hát, hogyha ezzel a rácsodálkozással is még meg lehet spékelni. Csak hát ehhez ugye az éneket tanítani kéne. Hát ez most egy ilyen nagyon csendes ötlete a vén pedagógus opsitosnak, mondhatom így, mert már nem vagyok gyakorló. Ha az ének tanítást esetleg valamilyen formában az alkalmak egyikén másikán el lehetne indítani, akkor ezekről, amikről én most beszéltem, hogy el lehetne kezdeni a gyakorlást és a finomítást. Viszont egy zsoltárt még a végén, és ezzel be is fejezném az együttlétünket, mindenképpen szeretnék a testvéreimnek javasolni. Szent Simonár Albert melyik zsoltárban biztat bennünket, hogy tapsoljunk, nem szeretünk mi tapsolni a templomban, meg hát nincs is mindig helye. De hol van az, hogy és tapsoljatok? Hát mondjuk azt, hogy táncoljatok, azt nem mondja, de azt, hogy tapsoljatok, azt igen. És tapsoljatok, Istent áldjátok. Hol van ez? Szabad a gazda? 47. Úgy van, 47. Keressük ki. Megkérdezem, hogy ki énekelte már valaha, vagy ki ismeri? Igen, néhányan. Kérnénk szépen akkor, hogy tessék szíves vezetni majd az éneklést, és hogy megtanítsuk a többieknek is, mert kicsit furcsa a ritmikus elrendeződése is, de szép és nagyon gyorsan meg lehet tanulni. Mondjuk egy kezdeni. No, mi. Megmutassok? Aki tudja velünk együtt, jó? No, no, minden népek örvendezzetek, és tapsoljatok, Istent áldjátok, szép hangossággal és nagy felszóval. Mert az Úristen nagy felségében, ő királysága és nagy országa, kiterjed messze ez egész földre. No, vannak zsoltárok, amelyek inkább kívánják a ritmizált, kicsit így is mondanám, hogy egy ilyen szótagolósan ritmizált éneklésformát. Tehát itt mondjuk az elbeszélő, recitáló jelleg kevésbé elvárás. A dicséreteknél egyébként több helyen van ilyen emlékezzél, mi történik, Uram, mi rajtunk. Én hallottam már ezt énektanítótól. Emlékezzél, mi történik, Uram, mi rajtunk. Téd a hüssed a mérő ütés, téd a katasztrófa, testvére. És a drága gyerek ez állítja, hogy ezt így kell csinálni. És így tanítja az unokája meg az ő unokájának annak idején. Tehát amennyire lehet a magyar szövegű éneklésnél, az ilyen recitáló, szabad éneklésnek amennyire lehet esélyt kell adni. Amennyire nem lehet, ott nem. Na most így, hogy egyszer elénekeltük, hát ha már többen is be tudnak kapcsolódni, elmondhatjuk még egyszer? Aztán lesz egy plusz ötletem még, remélem, hogy a testvéreimnek örömet fogok vele szerezni. Hol is mondtuk a kezdő hangot? No. Igen. No, minden népek örvendezzetek, és tapsoljatok, Istent áldjátok, szép hangossággal és nagy felszóval. Mert az Úristen nagy felségében, ő királysága és nagy országa, kiterjed messze ez egész földre. Most átalakulunk egy ifi csapattal.
Vagy mondjam még konkrétabban? Én magam cserkész is vagyok, letettem az esküt még vénfejjel évekkel ezelőtt. Most egy cserkész foglalkozáson vagyunk, valahol, mit tudom én, a Tiszató mellett. Jó? Nem is olyan régen volt ott a gyülekezet. És egy játékot teszünk ehhez a zsoltárhoz. Hogyan is? Hát most akkor azt kérem, hogy az énekes könyvet tessék valahova oldalra tenni, főleg akik ülnek így a karosszékben, a padnál, akik, vagy az asztalnál, akik ülnek, azoknak könnyebb a dolguk. Tudnék, hogy szükség lesz a két kezünkre. Mindannyian ifi csapat vagyunk, csapattagok vagyunk, és játszani fogunk. Ez a következő képen néz ki. Akik így ülnek csak széken, karosszék nélkül, azok majd a térdükkel és a levegőbe kell, hogy dolgozzanak. Egy lent, egy fönt. Tehát az vagy az asztal, vagy a térd. Rajta. Hát ez megy kotta nélkül, nagyon jó. Köszönöm szépen. Tudunk-e olyat játszani, hogy egyetlent kettőt fönt? És akkor egy, két, három, egy, két, három, rajta. Csodálatos! Már piros pont. Kettőt a kettesből, kettőt a hármasból. Tehát egy, két, egy, két, egy, két, hár, egy, két, hár, egy, két, egy, két, egy, két, hár. Rajta. Csodálatos! Nagyon szépen köszönöm, hogy a Duna TV nem tud ilyenkor kijönni. Na most én még egyet léptetnék, merem javasolni, mert olyan klasszul tetszenek csinálni, hogy eszméletlen. Két darab kettes, két darab hármas, két darab kettes, és itt tovább nem lesz, megígérem. Tehát két darab kettes, két darab hármas, két darab kettes. És ezt ismételgetjük egymás után. Jó? Rajta. És még egyszer. Egy-két, 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 hár, egy-két, hár, egy-két, egy. Egy-két, 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 hár, egy-két, hár, egy. Csodálatos. Na most ráénekeljük a zsoltárt. Na jó, egyszerűsítünk. Na most azt két piros pontot kap, aki mind a kettőt tudja csinálni, de szabad olyat, hogy valaki vagy csak tapsol, vagy csak énekel. Jó? De valamelyiket remélem elvállalja a kettő közül. Tehát, no, minden népek örvendezzetek. És nincs szünet, bár a kottában van szünet, és ha gyülekezetben énekeljük, akkor ott az lesz egy levegővétel. Most nem, mert akkor meg kell állni, vagy dűlborul a játék, ugye? A cserkészeknél nincs szünet. Igen. Helyette csinos kalap, én cserkész kalap, úgyhogy. Jó, akkor mehetünk, és akkor az első verset ráénekeljük. Remélem, most már tetszenek emlékezni rá. No, minden. Mi segítünk azért innen előről. Raj. Először, bocsánat, először egy sort csináljunk csak ritmussal, és a másodiknál lépünk be az énekléssel, jó? Tehát ilyen kettő, kétszer kettő, kétszer három, kétszer kettő, és most lépünk be. No, lesz a kezdő hang majd. Rajta. Jó, minden népek örvendezzetek, és a súlyátok minden fájdátok, még a tanulságot én is megfeszolok. Thank you.
Nagy gratuláció, testvéreim! A legügyesebb, nem tudom, hogy biztos a kamera vette, az majd egy cserkész kalapot fog adni. Ajándékba kapni, úgyhogy... És cserkészé avatjuk az illetőt. No, hát mondjad ennyi a tréfáról, és ha egyszer Szent Simonnál Albert javasolta nekünk ezt, hogy tapsoljunk, akkor szót fogadtunk neki. És legyen akkor a végszó az, hogy ha tényleg sokan elhallgattak már, és Szent Simonnál Albert még énekelteti, 400 év óta énekelteti. Tényleg abban is belegondolunk, hogy hány ízlés, hány filozófia, talán teológia, soroljam tovább, rendszer jött és ment, és ez tényleg énekelteti mind a mai napig a magyar századokat, így is mondhatnám a protestáns századokat, minket reformátusokat úgy, hogy a teljes zsoltáros könyv itt van az énekes könyvünkben. Adja az Úristen, hogy az idők végezetéig is énekeltessen bennünket ez a csodálatos zsoltár fordítás. Nagyon szépen köszönöm testvéreim figyelmét. Hadd adjam meg a lehetőséget, hogy kérdezzünk, mert egy ilyen pozsonyúti estének ez is a része, hogy ha valakinek van valami fölvetése, kérdése, az most nyugodtan, bátran fogalmazza meg. Tessék, ugye? Mondtam. A Maróti énekesnőben említett függelék, az hozzáférhető valahol? Hát, hogy ne. Hát könyvtárakban van egyébként ilyen originál énekeskönyv, egy biztos, esetleg egy-kettő, és hát ott mondjuk, ha nem is adják ki, hogy elvihető legyen, de bent nézhető, és lefénymásolják, és érdekes tényleg elolvasni, hogy Maróti hogy gondolta volna, hogy aztán ezt őt maga írta egyedül, segített neki valaki, ezt most meg nem tudnám mondani, netán hozta volna, Svájcból, vagy valahonnan nyugatról, nem tudom. Persze. Nekem is volt egy ilyen, személy szerint egyet kaptam az ajándékban még évtizedekkel ezelőtt, úgyhogy... Tessék! Röviden csak egy élmény. Helyszín, tahén, lelkész, üdülő, ifjúsági hét, akkor még ez nagy poén volt szent értelemben, Berzsényi Kádári időkben, avagy 120-140 fiatal. Énekfoglalkozás. Énekeljünk, énekeljünk. Jaj, ne Zsoltán, jaj, ne Uncsi, jaj, ne! Mi kell nekünk? Az, ami nyugatról jön, afrikai rock ritmika, az kell nekünk magyaroknak. Ne, Zsoltán, nem jó, na mondom, akkor szóljunk egymással. Vettem egy A4-es lapot, meghozalasztam, violinkulcs, előjegyzés, ráírtam az ének címet, ma minden népek körben tezzetek. Nem Zsoltár, ez egy új ének. Megtanultuk, volt közöttünk futbolista, jobboás, volt közöttünk kitűnő, manuális játékos, valaki ezt széket verte, úgy ültem most te mutattad is, és elkezdik énekelni egyszer, kétszer, még egyszer, ez kell nekünk, nem a Zsoltár, ez kell nekünk. Én még hallgattam volna tovább is. Tessék? No, még énekeltünk is volna még. Igen. Születésnapos, mondja meg, hogy melyik a legkedvesebb, amit szívesen énekelne velünk, legalább egy versszakkal a végén. Aj, Zoltán, ne, az olyan... Ha 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 ha!
akkor melyik legyen az a szép zsoltárunk? Hát mondjuk nálunk itt szerintem a Pozsin nagy kedvenc a 23. Igen, maradjunk. Lett volna majd, hogy nem az. Köszönjük szépen. Hangszerre? És akkor szabad mind a három versét? Hát hogy ne? Utolsó utáninak egy-két mondatot, testvére. Igen? No, tényleg röviden. Az egyik az, hogy az ének tanításnak az is lehetne egy szempontja, hogy van, amikor halkan énekelünk. Mindig mindent egyforma hangon énekelünk. Lett legyen nagypéntek, húsvét, sorolhatnám. Tessék szíves figyelni rá. Jó? Orgona néha leveszi a hangerőt, és akkor vannak olyan csendesebb strófák, de nem csak kétféle kategóriát, lehetne talán többet is. Van, amikor direkt halkan, sose felejtem, egyszer Ádám Jenő jött Debrecenbe egy előadást tartani, ez a csodálatos varázsló, szent varázsló, és azzal kezdte az előadását, hogy testvéreim, most nagyon halkan,
és nagyon lassan énekeljük el Huszár Gál énekét, Uram Isten, siess, minket megsegíteni. Nagyon lassan, nagyon halkan. És el tetszik hinni, hogy nagyobb ereje volt ennek az egy vers szaknak, mint hogyha tuttival, részfúvókkal, nem tudom, hogyan szólalt volna meg, de hát miért is szólalt volna meg, hiszen minket megsegíteni. Így nagy szükségünk. Amikor még tanítottam ezt az éneket, akkor nem egyszer volt az a hozzáfűzött és kommentár, hogy amikor az egri várvédők tudták, hogy na most indul majd meg a hatalmas török ármádia, és összehívhatta, ez egy kitalációs, lehet kitalálni egyébként az énektanításhoz odaillő történetet. És akkor nem mondott semmit Dobó, a kapitány, csak ennyit, hogy énekeljük el ezt az éneket. És tudták, hogy egy-két órán belül beindul a török sereg. És akkor lehetett az, amit Ádám Jenő kért. És még egyet, talán ez is érdekes lehet. Németországban, akkor még NSK volt, és NDK, koncerteztünk a Kántussal. Gárdonyi Zoltán születésnapja közeledett, és hát persze vittünk több Gárdonyi darabot. Volt köztá olyan, és amit ott mutattunk be elsőnek, ősbemutatósan. És nagyon számítottunk rá, hogy ezt neki meg elénekelhetjük. Kezdődik a koncert, Zsolt autója megérkezik, a fia autója, és Zsolt egyedül lép ki belőle. Édesapád nem? Nem, ne haragudjatok, gyengén van. Nem mert elindulni. Jaj, de sajnáljuk, hát neki hoztuk volna ezt a műsort. No, de biztos meghallgatja majd a felvételt, mert hát készül erről felvétel. És ha lehetne holnap egy 5 percre elmehetnék meglátogatni, nem fölmerült, erről is beszéltünk, nem tudja vállalni ezt se, úgyhogy ne haragudjatok. Hú, mondom magamban, akkor itt nagy baj lehet, ami 5 percre se mehetünk be egy készfogásra. Megyünk a következő stáció, Konstanca, Bódanitó mellett. Ott van az utolsó koncertünk. Volt egy evangélikus kórus, mi voltunk a reformátusok, meg egy katolikus, emlékszem, egy ökumenikus program volt. Az előző este vacsoránál jön egy telefon, a mester elaludt. Hát tetszen gondolni, hogy ott a kanál, villa, meg a tányér halk koccanásán túl, ott más zaj nem volt azon az estén. Jön a másnapi koncert, és kiállunk a 23. Zsoltárt énekelni. Hát, amíg még ugye az első szakasz ment, addig még úgy nem volt probléma, de a halál árnyékának völgyében járok, nem félek a gonosztól. Hú, azt látom, hogy itt ketten bőgnek, amott hárman. Hú, mondom magamban, nekem erősnek kéne lenni legalább annyi ideig, hogy be tudjam fejezni a dirigálást, mert másképp baj van. Hát testvérem, alig vártam, hogy vége legyen, ott lassítás nem volt. Az utolsó mondat, tudjuk, ez a bibliai zsoltár volt egyébként. Az Úr házában lakozom hosszú ideig. Na most ebben a szituációban itt végünk volt. Úgy intettem le, hogy már közben léptem is le, mert nem bírtam tovább tartani magam. És amikor beültem a padokba, Bölcskei fiatal lelkészként, akkor még nem volt püspök, volt a csapat vezetője, úgy zokogott mellettem, mint egy kiskölyök. Így maradt meg bennem Gárdonyi Zoltán elmenetele, amikor éppen kint voltunk az NSZK-ba, amíg élek, nem felejtem el. Bocsánat. Akkor most kedves testvérünk szeretne szót kérni Pataki László testvérünk. Megadjuk neki. Személyes ajándékot szeretnék átadni neked, kedves Sándor, de a gyülekezet nevében.
Én nagyon sok kerámiát örököltem és gyűjtöttem, és fogadd el, a kisvalós Ilonának ezt a énekes párt, a kánikus hangján énekelnek. Nagyon neked. Köszönöm. Fogadd el szeretettel. A gyülekezet ajándékaként a sok, sok drága előadásodért. Hálom. Nagyon szépen köszönöm. Dávid Iker testvérem, mert bár 8 évvel idősebb nálam, de egy napon tartjuk a születésnapot. Nagyon szépen köszönöm. Hát, nagyon örülök. Egy pillanat, Kisvóz Ilonáról csak egy mondatot hagyd mondjak. Egy Munkácsi díjas kerámikus művész. A kerámiáról van szó, mindenki mondja, hogy Kovács Murki. Ismertem én is Margitka néni, Kisvóz Ilonát is. Ha a Margitka, ő a Mercedes, Kisvóz Ilona a BMW. Munkácsi díjas keramikus művész. Szatmár Németibe született, nagyon, nagyon szegény körülmények közt élt. Pesten a Skót missziónál segítették az ő munkáját, végül elvégezte is a iparművészeti főiskolát, stb. Nem húzom a szót. Kedvencem, nekem még van ott nagyon sok, úgyhogy szeretettel. Kedves fel, köszönöm szépen. És a gyülekezetnek. Gyülekezetnek is köszönöm szépen. És akkor azt gondolom, hogy utoljára most már másképpen fennállva énekeljük el kedves tanárunknak, Sándornak a 134. Zsoltár harmadik versét, és ezzel köszönjük neki ezt a csodálatos estét. Köszönöm szépen a testvéreknek.